Jézus így tanította a zsidó sokaságot. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Erre vita támadt a zsidók között. Hogyan adhatja ez a testét eledelül? Jézus ezt mondta rá. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, és a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne. Engem az élő atya küldött, és általa élek. Így az is élni fog, én általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, Úrnapja van, Krisztus Urunk testének és vérének ünnepe. Megünnepeljük azt a titkot, hogy Jézus közöttünk van az oltári szentségben, elérhető távolságban, kézzel foghatóan megtapasztaljuk az Isten szeretetét. Az ószövetségi ember számára a legégetőbb vágy volt találkozni az Istennel. Ugyanakkor az Istennel való találkozás mindig magában rejtette a félelmet is. Mert az ószövetségi ember úgy gondolta, hogy amikor színről színre látja az Istent, akkor meg kell halnia. A pusztai vándorlás idején a választott nép embere éhség, szomjúság, a szikla ridegsége, veszélyek, tévejgések, kígyók és skorpiók világában teszi 40 éves zarándok útját az ígéret földje felé. Ez a környezet, amelyet a mai olvasmány bemutat, kétségkívül a halál környezete. Ember nem tudja túlélni azokat a viszontagságokat, azokat a veszélyeket, amelyeket magában rejt a sivatag, a puszta.
Az ember megalázottá válik a természet hatalmával szemben, végtelenül gyenge, és átéli teljes esendőségét. Csak akkor képes túlélni mindezt, ha Isten elébe siet, és életet teremt számára a puszta, élettelen és lehetetlen környezetében is. És az Isten nem késlekedik. Vizet és kenyeret ad, és ami még lényegesebb, szavakat, emberi szóval szólítja meg az embert, de ezek a szavak Isten ajkáról fakadnak, és az ember éltető igéjévé válik mindez. Manna és Isten igéje az ószövetségi szentíró gondolkodása szerint egyet jelent. Az Ószövetség fényénél kell olvasnunk Jézus szavait is ma a negyedik evangélium szerzőjének tolmácsolásában. Az Ószövetség fényénél értjük meg Jézus keménynek tűnő beszédét. Én vagyok az élet kenyere. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A manna, amelyet ősatyáitok ettek, önmagában nem jelentett örök életet. Jézus egészen új fordulatot hoz mai evangéliumban meghirdetett ige hirdetésével. Nincs ereje a puszta szokásoknak, ha hiányzik belőle a szív, ha hiányzik belőle az Isten iránti szeretet. Egyedül a hittel párosulva van ereje azoknak a szokásoknak, amelyeket őseiktől örököltek meg a választott nép fiai. Ez a manna csodája csak akkor érvényes, csak akkor üdvösségre vívő az ószövetségi ember számára, ha melléje párosul a hit, hit az Isten igéjében. Jézus nem részletezi, hogy hogyan kell gondolkodni arról, hogy milyen hatásokat fejt ki az emberben Krisztus testének és vérének vétele. Egyszerűen annyit mond, aki eszi az emberfia testét és issza az ő vérét, az megtalálja az örök életet. Sokféle gondolat és áramlat vesz körül bennünket, és valahogy a mi életünk is sokszor a pusztai vándorlásnak az életéhez hasonló. Sokféle éhség, szomjúság, halált okozó sziklák, veszélyek, tévelgések, kígyók és skorpiók földjén vándorolunk, és egyedül csak akkor van esélyünk túlélni mindezt, ha bele tudunk kapaszkodni Jézus nekünk adott csodájába, az oltári szentség örömébe. Az oltári szentség vétele által értjük meg szokásainknak értelmét és lényegét, szokásaink mélyén rejlő hitünket. Úrnapja úgy tűnik, tulajdonképpen semmi másról nem akar beszélni, mint arról, amiről minden vasárnap beszél. Krisztus, aki értünk a legvégsőkig elment a szeretetben, meghalt értünk és feltámadt, hogy életünk, örök életünk legyen. Minden vasárnap húsvét. De úrnapját azért tartja fontosnak Anya Szentegyházunk, hogy külön megünnepeljük,
hogy bizony átgondoljuk kapcsolatunkat Krisztus testével és vérével, kapcsolatunkat az oltári szentség vételével. Olyan szomorú látni sokszor azt, hogy szokásból, vagy talán hanyagságból sokan nem törődnek azzal, hogy bár nyitva áll előttük az üdvösség útja, mégis nem tartják fontosnak Krisztus testének és vérének rendszeres vételét. De legalább ennyire szomorú észrevenni azt is, ami sokszor a nyugat-európai országokban fölfedezhető, hogy mindenféle gondolkodás nélkül, bűnbánat és szentgyónás nélkül igazából ugyancsak megszokásból indulnak el, és tömegek járulnak szentáldozáshoz, anélkül, hogy végig gondolnák, ki is érkezik hozzájuk, kinek is készítettek, és milyen lakóhelyet készítettek a szívükben. Úrnapja bennünket az ószövetségi gondolatból kiindulva Jézus evangéliumán keresztül Isten igéjének és az élet kenyerének egységére hív meg bennünket. Élni az Isten igéjét, gondolkodni a szívünkhöz szóló Isten szavain, életünké tenni mindazt, amit Krisztus elültetett a szívünkben szent igéjével, és ugyanakkor a gyakori szentáldozásban találkozni és ráismerni, ráköszönni arra a Krisztusra, aki örökre elkötelezte magát az embernek. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk. Úrnapján megünnepeljük Jézust, hogy aztán utitársunká szegődhessen, és elvigyük az embereknek azt a békét, amelyet Isten igéje és Isten velünk járása hoz a világnak. Amen.